azt mondtam ugye, hogy doTERRA. Mi is ez a doTERRA? A doTERRA ez egy latin kifejezés, ami szabadon fordítva magyarra a föld ajándékát jelenti. Ez egy rendkívül találó elnevezés egy illóolaj családra, hiszen úgy gondolom, hogy valamennyien tudják, ismerik, hogy az illóolaj gyakorlatilag a földből kinövő növények legértékesebb részét, nedvét tartalmazza. Ezt a növényeknek a virágából, gyökeréből, a fáknak a törzséből nyerik ki különféle tiszta fizikai módszerekkel. Rendkívül fontos dolog, hogy tiszta fizikai módszerekkel. A doTERRA eszenciális illóolajok 100%-os tisztaságúak, és mindegyik válogatott élőhelyről származik. Ez a válogatott élőhely ez azt jelenti, hogy a cég figyeli azt, hogy hol vannak azok az élőterületek, ahol a legkisebb légköri és egyéb talajbeli szennyeződésekkel állítják elő ezeket a növényeket. A levendulát például Franciaországban termelik, a tömjét Ománból szállítják, a teafát Ausztráliából, csak hogy egy pár példát mondjak. Mi az eszenciális olajoknak a szerepe a mi szervezetünkben? Az eszenciális olajoknak a legfőbb tulajdonsága, hogy a szervezetbe pillanatok alatt eljutnak a sejtek állományán keresztül, a sejtártyán keresztül a sejt magjába. Ez egy fantasztikus tulajdonságuk, és ezen keresztül a sejt központjában ölik meg a kórokozókat, vírusokat és baktériumokat. Annyira gyorsan mozognak és jutnak el a célállomásra, hogy maximum 20 perc alatt odaérnek, ahova mi szálljuk őket. Természetesen ezt sokféle használati móddal tudjuk megsegíteni. Ezek közül ugye hagyományosan ismert a masszázsterápia, régen is 1000 éves múltra tekint vissza a fürdés és a masszázs illóolajokban. A bőrön keresztül az egyik leghatékonyabban juttatjuk el a szervezetünkbe célállomásra az eszenciális olajokat. Ugye a talpon keresztül, vagy azokon az idegvégződési pontokon keresztül juttatjuk be, ahol tudjuk, hogy a talpon például a talp közepén az alvás centrum miatt rendkívül nagy hatékonyságot lehet elérni egy jó éjszakai, nyugodt éjszakai alvásért. A másik hagyományosan jól ismert a diffúz úton való belélegzés. A diffúzióval, vagy ugye hagyományosan itt Magyarországon nagy divatja van a gyertyával történt párologtatásnak. Itt ugye az orrunkban lévő, a szaglószervünknek a tetején lévő millió számra hemzsegő kis szagló sejteken keresztül jut föl az agy legrégebbi részébe, legősibb részébe, a limbikus rendszerbe a hatóanyag, ami abszolút ráhatással van a tápanyaggazdálkodásunkra, a hormongazdálkodásunkra és a zsigereinkre. Tehát a cégnek ebben a háttérismeretben, ebben a háttértudásban az az alapfilozófiája, hogy készítünk olyan 100%-ig tiszta illóolajokat, amik mentesek minden káros anyagtól, és ezzel az embereknek a mindennapos egészségügyi problémáját kívánja megoldani gyógyszerek nélkül, vagy legalábbis nagyon kevés gyógyszerrel. Mit kínál a cég? Ugye a cég kínálja a 37-40 közötti úgynevezett szingli olaját, amik szóló olajok, mindenki ismeri a levendulát, az egyik legősibb olaj. A levendula csodálatos eredményeket érünk el vele, vágás, égési sérüléseknek a gyógyításába, és hát ugye az alvást rettenetes nagyon nagy mértékben tudja segíteni. Ide tartozik a tömjén, a mai világban, a rákgyógyászatban elismerten szerepet kapott a doTERRA tömjén, mivel olyan fantasztikus nagy tisztasága van, hogy a ráksejteknek a bomlasztásában segít. Ez tudományosan bizonyított, hogy a húgyhólyag rákban és az emlődaganatoknál komoly eredményeket értek el a tömjénnel való kezelésbe. Olyan nagy a hatóanyag tartalma egy-egy illóolajnak, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, egy borsmenta, egy csepp borsmenta, gondolom mindenki volt már borsmenta teját. 40 csésze borsmenta tejával egyenértékű hatóanyagot tartalmaz egy csepp borsmenta.
Tehát el lehet képzelni, hogy ezeknek a növényeknek és a technológiának köszönhető, milyen mértékű a hatékonyság. A cégnek, a doTERRA-nak a legütősebb és leglényegesebb termékcsoportja az előre kevert olajok. Ez általában a szakmában ismeretlen volt, de még mielőtt erre rátérnék, el kell, hogy mondjam, hogy van egy harmadik, egy nagyon fontos rész, a doTERRA illóolajok szájon át is fogyaszthatók, tehát belsőleg fogyaszthatók. Ezzel gyakorlatilag átíródik az aromaterápiáról, korábbi tankönyvek, a korábbi ismeretek, hiszen az illóolajokat leginkább csak a régi hagyományos módon a szájon át, és a bőrön át és az orron át használták. Ezzel, hogy a szájon át is lehet, nagyon-nagyon megsegítette a hatékonyságát az illóolajoknak. És visszatérve a kevert olajokra, a kevert olajok célzott betegségeknek, a célzott mindennapos gondoknak, a emberi gondoknak a felszámolását szolgálja. Ilyen például légzéskönnyítő keverék, hogyha valakinek asztmatikus bántalmai vannak, kap egy asztmatikus görcsöt, akkor a mellkasát lehet egy-két csepp olajjal bekenni, ez az adott keverékkel a gerincoszlop mellett végigkenni, és perceken belül elmúlik az asztmatikus görcs. Rengeteg ember szenved fejfájásban. Van egy kis rollonunk, ami a fejfájás ellen, ahol fáj a feje, tehát a homlokát, halántékát, vagy éppen a tarkóját bekenni vele. Perceken belül a görcsös fájás elmúlik, és aztán szépen lassan pár perc alatt a teljes fejfájása elmúlik. Vannak készítmények, kikapcsolódtam, nem? Vannak készítmények, ami kifejezetten a női ciklusokra vonatkoznak. Tehát akiknek a ciklusidőben puffadásuk van, rosszul érzik magukat, azok egyszerű olajakkal, kezükre kenve, az beszippantva, ezeket a görcsöket percek alatt el tudják mulasztani. Rengeteg készítményünk van, amik mind illóolaj alapon, vagyis eszenciális olaj alapon készülnek, mert ilyen például van egy súlykontroll, van egy fantasztikusan jó immunerősítő rendszerünk, amit ilyenkor különösen lehet ajánlani, hiszen jön az influenzás időszak. És ebben az esetben, hogyha ezt a nagyon-nagyon egyszerű, mindenki által jól ismert citromolajat zárt térben a lakásunkban párologtatjuk, a citromolaj az egyik legintenzívebb baktérium ölő olaj, gyakorlatilag ki lehet írtani a lakásból az influenza baktériumokat, ahol gyerekek vannak, nagyon fontos. Gondol a cég ugye a kis gyerkőcökre is, és eszenciális olajból készült cukorkát lehet a torokfájás ellen adni a gyerekeknek. Itt azonban el kell, hogy mondjam, hogy az illóolajok esetében a gyerekekkel kicsikét vigyázni kell. 6 éves korig csak a talpán keresztül ajánlott az eszenciális olajat a gyerekek szervezetébe vinni. Mivel nagyon rövid az időm, szeretnék két nagyon-nagyon fontos csomagunkról beszélni. Ez a két fontos csomag, az egyik egy házi patika, ami azt mondjuk, hogy ma gyakorlatilag minden családban szinte nélkülözhetetlen, akik szeretnének gyógyszer nélkül egészséges körülmények között élni, vagy megelőzni a betegségeket. Ez a házi patika, ez tartalmaz összesen 10 olajat, ebből van 5 előre kevert olaj és 5 alapolaj. Az 5 alapolaj között van például egy oregano, ami az egyik legintenzívebb gyulladáscsökkentő olaj. Van teafa, amiről jól tudjuk, hogy a gombásodás ellen, a különféle bőrhibák ellen az egyik leghatékonyabban használható olaj. A kevert olajokban pedig bent találhatók olyanok, mint úgy gondolom mindenütt vannak ízületi fájdalmak, izomsérülések, olyan jellegű bajok, amiket máskor orvosi kezeléssel, ezzel én természetesen nem az orvosi gyógyászat ellen szeretnék beszélni, hanem annak a filozófiának a képviseletében, hogy lehetőleg minél kevesebb gyógyszert vegyünk magunkhoz, ezért javasoljuk azt, hogy legyen otthon életrendszerűen
használjuk az illóolajokat, mert ezzel rendkívül sok bajt és betegséget tudunk megelőzni, vagy ha már megvan, akkor kezelni. Van egy fantasztikus sajó olajunk, hiszen minden családban előfordul a hasmenés vagy a székreketés. Ez egy olyan olaj, ami mind a kettő ellen jó, mert az emésztésnek az egyensúlyát teremti meg. Tehát akár a hasmenés, akár a székrekedés ellen kiválóan alkalmas ez az olaj. A másik, amiről szerettem volna röviden beszélni, egy aromaterápiás masszázs technológia, masszázs technika. Itt különösképpen azoknak a figyelmét hívnám föl erre, akik foglalkoznak masszázzal. Ez egy 8 olajból álló készlet, és ezt a 8 olajat körülbelül egy 40 perces művelettel egyenként a hátra, a talpra, a kézre és a fülre egy nagyon komolyan kidolgozott masszázs technikával visszük föl a szervezetünkre. Gyakorlatilag havi egy ilyen masszázs kezeléssel egy nagyon jól karban lehet tartani az egészséges szervezetet, ahol pedig terápiás módon szükséges ezt használni, ott egy heti egyszeri ilyen jellegű masszázs terápiás kezelést ajánlunk mindenkinek. Ebbe a rendszerbe tartozik egy stresszmenedzsment, hiszen valamennyien itt kis hazánkban rengeteg stresszes ember van, ugye hát így élünk sajnos. Ez a stressmanagement egy fantasztikusan jó és egyszerű technológia, elalszik alatta a kuncsaft, és úgy ébred föl, mint aki a másik három kezelés után, vagy a másik három masszázs után gyakorlatilag csak egy jó érzéssel ébred föl. Van egy izomlazító része ennek a masszázs technológiának, egy homeosztázis része, és van egy ilyen egyensúly teremtő része ennek a kezelésnek. Hát én nem tudom, hogy még beszélhetek-e, vagy lejárt az időm, mert ez egy egyórás előadás lenne, de megpróbáltam össze időbe besűríteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek azt javaslom, hogy akit érdekel, az emeleten van egy kis standunk, ahol be tudjuk ezt mutatni.